A Nemzeti Emlékhely jövője, a belváros arculata szerepelt a közmeghallgatás témái között. Székesfehérvár polgármestere kiemelte, nincs jóváhagyott terve a Nemzeti Emlékhelyre vonatkozóan, így bátran lehet gondolkodni, ötleteket felvetni. Az első hozzászóló Klement Lajos hosszú távú gondolkodásra szólította fel a döntéshozókat az emlékhely ügyében, kiemelve, hogy az egész országot érintő kérdésről van szó. Ennek a fél évezrednek a méltóságát, úgy tudjuk megadni, hogyha a lehető legnagyobb ívű tervet képzeljük el, és azt fokozatosan, több lépcsőben valósítjuk meg. Ezzel a jelenlévők is egyetértettek, és több lépcsős megoldást ütemezését szorgalmazták, egyik legfontosabb céldátumként a 2038-as évet megjelölve. Székesfehérvár polgármestere a Nemzeti Emlékhelyjel kapcsolatban kiemelte, hogy annak nem turisztikai látványosságnak kell lennie, hanem szakrális helynek. A Nemzeti Emlékhely az nem idegenforgalmi látványosság. Szerintem az egyik legnagyobb hiba éppen az, hogy így fogták föl. Van idegenforgalmi jelentősége a város történelmi múltjának, ami egyébként olyan beruházásokat is jelenthetne, amiből munkahelyek teremtődhetnének, de az helyi értelemben, nem a nemzeti emlékhely területe, az én véleményem szerint. Az egy szakrális hely, zarándokhely, és ennek megfelelő kialakítást kell, hogy jelentsen. Dr. Cserpalkovics András a 2013-as évet a lelkekben való építkezés évének nevezte, amely felkészítheti a fehérváriakat a hosszú távú együttgondolkodásra.